Üdülni egész évben lehet. Riporterünk dr. Sejmes Szabolcsot, a METOSZ üdülési felelősét kérdezte, mi a helyzet az üdülőkkel, lehet-e nyaralni az idén is. A gyártás, fejlesztés, kapacitás hiánycsökkenés visszaesése miatt az idei fizetőeszköz mérlegünk kisebb összeghatárig engedi meg a szervezett munkaerő munkahelyen kívüli delegálását a vállalat által dotált üdülő ingatlan kihasználtsági fokának növelésére. De mivel a tradíciókat felváltják a hagyományok, az állagmegóvás miatt import fedezeti behozatal kalkulációba kezdtünk, amelynek eredményeképpen a válaszom igen. Ülést tartott a 23. kerületi tanács. Megvitatták a fejlesztési javaslatokat, a kibontakozás lehetőségeit. Most a tanácselnök Tehó József szavaiból idézünk. Köszöntöm a kedves elvtársakat! Kedves elvtársak! Társadalmunk válaszút előtt áll. Népünk két lehetőség közül választhat, egyik út sem könnyű, de meggyőződéssel vallom, hogy jobb munkaszervezéssel, a meglévő lehetőségek nagyobb kihasználásával, a termékszerkezet átalakításával, Gizike, megmondtam, hogy a termékszerkezetet nem x-el kell írni, az Isten áldja meg, hát szörnyű. Anyagi lehetőségeink reális feltérképezésével úrrá lehetünk a nehézségeken. A két út közül kiválasztva a helyeset, elérhetjük a gazdaság stabilizálódását, sőt, a fellendülést is. A két út, a két lehetőség tehát egészen konkrétan a következő. Ülés témája lesz. Érdekes személyiség következik. A riport apropója, hogy ma vehette át a Magyar Népköztársaság babérlevéllel ízesített zászlórendjét Termesz István fűtő, a Dél-Magyarországi Hangerőszabályozó Vállalat szakszervezeti bizalmia. A vele felvett kis beszélgetés következik. Elnézést, hogy megzavarjuk a nagy munkában. Mi itt önöknél egy szakszervezeti bizalmi feladata? Feladatom a dolgozók hőmérsékletének biztosítása szovjet szénhidrogének elégetésével. Mivel egy dolgozó csak 36 Celsius fokot képes előállítani, szükségessé vált a vállalatnál az úgynevezett kazán bevezetése. Ez például itt, ahol fogom, egészen pontosan 1200 Celsius fokos, kérem. Milyen a szakszervezeti tagság? A szakszervezeti tagság jó hővezetőknél, meg vagyok velük elégedve, meleget is elég jól tűrik, bár néha elég nehéz őket befűteni. Milyen összetételű a tagság? A tagság kétféle összetételű. A magasabb, erőteljesebb testalkatúak az úgynevezett férfiak, az alacsonyabbak pedig a nők. Miért léptek ki tavaly annyian önöknél? Azt nem tudom, kérem, nekem csak a Lajos azt mondta, hogy jól kilépünk, hogy el ne késjünk. Ezek után sport, a hírekkel egészen kis Péter érkezett a stúdióba. A Vasas női kézlabda csapata nyerte a 400-as váltott távolugrásban. Csupán egyetlen iponnal maradt le mögöttük Darnyi Tamás, akinek sajnos a harmadik körben motoriba miatt ki kellett állnia. Más hír, már két hete semmi információnk nincsen a magyar tájékozódási futó válogatottról. Ezt az újfajta labdarúgó pályát most dolgozták ki angol tudósok. A hírek szerint a körmérkőzések lebonyolítására használják majd.